a műsor támogatója a Prohumán, a HR Rend, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Future FM, a Brightly, a Protocol, a Makerspace és a Belfry. Horváth Dávid vezetésével emelt fővel búcsúzott az MTK Budapest az élvonaltól. A legutóbbi 4 fordulóban 10 pontot szereztünk, és a 11. helyen zártuk a bajnokságot. A jövőben a 2021-ben az év edzőjének választott Bognár György felel majd az MTK Budapest szakmai munkájáért. Az MTK Budapest U19-es csapata pedig ismét aranyérmes lett, és csak úgy, mint tavaly, idén is megszerezte az esélyt, hogy kvalifikáljon az UEFA Ifjúsági Liga 2022-2023-as idényére. Április 23-án az MTK Budapest vezetése menesztette Márton Gábort, akinek irányításával a téli átigazolási szezonban érdemben megerősített keret sem volt képes beváltani a hozzáfűzött reményeket, a Paks, valamint a Mezőkövesd ellen mutatott teljesítmény pedig kifejezetten méltatlan volt a klub hagyományaihoz és a válogatott játékosokkal tűzdelt játékos keret erejéhez. Az MTK Budapest ezért úgy döntött, a bajnokságból hátralévő fordulókat megbízottként Horváth Dávid, az idén is aranyérmes U19-es csapatunk vezetőedzője látja el. Nagyon hirtelen volt a felkérés, és azóta ez az időszak nagyon intenzív és impulzív. Amikor elvállaltuk a megkeresést a stábommal együtt, azt kikötöttük, az volt az elsődleges, hogy nem csinálunk semmit másképp, mint ahogy eddig is dolgoztunk. Mert hogyha másképp történt volna a felkészítési mód, akkor azok már nem mi lettünk volna. És azt is lefektettük, hogy nyugalommal, pozitív atmoszférával a játékosok felé, ami kihat, és ugye mi minden kihat mindenre tulajdonképpen egy foci csapat életében, azt fogjuk képviselni, és rövid időn belül változás állt fenn a játékosok hangulatába, és ezt a pályára ki tudtuk vinni. Mert hogyha a pályán nem valósul meg ez a dolog, akkor mi akármit csinálhatunk az öltözőben, meg az edzőpályán, a bajnoki mérkőzés dönt el mindent. Horváth Dávid nyomon követte a felnőtt csapatunk eddigi szereplését, az összes meccsünket vagy személyesen, vagy felvételről látta, így játékosainkkal kapcsolatban nagyjából képben volt. Amikor a felkérést kaptuk, az a 2-3 nap, az 0-24 volt, tehát akkor bejöttek a részletes adatok, akár a játékosok fizikai állapotáról, akár az eddigi statisztikák igazán mélységbe, és akkor így tudtunk utána tovább lépni a következő napokra, hetekre. Sokszor érte az a vád keretünket, hogy nincs igazi vezérbika a csapatban. Megbízott edzőnk viszont tudta, kire, kikre számíthat ebben a szerepkörben. A Futács Márko nekem egyértelmű volt, a többiekre minket ilyen ráérzés volt. A Rajkovicsról elmondhatom, hogy olyan így 3 hét együtt dolgozott edzések meg mérkőzések után, mint hogyha 5 éve már a játékosom lenne. Én is meglepődtem ezen, mert olyan dolgokat mond ki, amit én is már kimondanék, de ő előbb mondja ki mondjuk a pályán, nem kell neki külön instrukció, akár edzésen is. Teli találat volt az ő személye, hogy milyen szerepet, hogy nagyobb szerepet adok neki, hogy a fiatalokkal ő nagyon jól bánik, nagyon jól beszél hozzájuk, nagyon jó karakter. Jag a profi. This is profi. This is Chelsea Football Club. Csapatunk az OTP Bank Liga 30. fordulójában a Zalaegerszeg otthonába látogatott. Először ült a kispadon megbízott vezetőedzőnk Horváth Dávid, és rögtön a kezdőbe jelölte a 18 éves Horváth Artúrt, aki először kapott lehetőséget NB1-es mérkőzésen, másnap aztán újabb kihívás vár tehetséges középpályásunkra, megkezdte érettségi vizsgáit.
Hát ugye nagyon sűrű volt, ugye vasárnap bemutatkoztam Zalaegerszegen, már az is egy hihetetlen élmény volt, de az, hogy utána másnap meg magyar érettségit írtam, magyar írásbelit, az eléggé furcsa volt, furcsán jött ki a szituáció. Aztán másnap matek, utána pedig lenne Puskás előtt még történelemből is írtam egyet, szóval, és ugye ott is kezdtem szerencsére. Szóval nagyon furcsa hét volt, kicsit sűrű volt, de örülök, hogy ez a plusz teher most lejött a vállamról. Igazából alig tudtam átváltani a kettő dolog között. Én úgy gondolom, hogy minden jól sikerült. Az angol szerintem kifejezetten jól ment, a mateknek az első része is jól sikerült, a többit meg még nem tudom, de érzéseim szerint azok is megfelelőek lesznek. Jó gondolkodású fiatalok, az összes, aki itt van most az első keretben, ezt tényleg teljes mértékben tudom kijelenteni, hiszen ismerem őket már egy-két éve, és most itt tapasztalom, hogy milyen emberek is lettek itt ahhoz, hogy az első csapatba kerültek. Azért vannak olyan fiatalok, akiket ez elvisz egy kicsit rossz irányba, de itt az MTK-s fiatalokra egyáltalán nincsen szó. Hát eleve beszéltük is a srácokkal, hogy ez egy nagyon furcsa és különleges érzés, hogy már ugye U16-tól kezdve már Agárdon együtt voltunk, együtt nevelkedtünk, együtt nőttünk fel, együtt kerültünk a felnőtt fociba, és utána meg hirtelen az agárdi mezőkről hirtelen ide kerültünk az NB1-be, a mély vízbe találtuk magunkat, és úgy gondolom, hogy egymás segítve végig eljutottunk azért, amiért igazából eddig küzdöttünk. Ismerem őket, kedvelem őket, tehát ez van, de ugye előjoguk ugye nincsen. Tudom, hogy mire képesek, mit szeretnék elvárni tőlük, és azt a fajta játékot, amit kérek tőlük, azt ők maximálisan megpróbálják teljesíteni. Tehát itt most helyezéstől független, szituáció független, ők mindent bele fognak adni. Ők azok, akik frissek, és egy picit jobban tudják függetlenni magukat, mint azok a játékosok, akik ebben a bajnokságban már lejátszottak mondjuk 20 sikertelen mérkőzést. Nagy energiák szabadultak fel a csapatunkból, és végül fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyertünk, méghozzá úgy, hogy a rendes játékidő utolsó percében harcoltuk ki a sikert Zalaegerszegen. Tényleg azért, mert ugye a fejünk fölött végig a kiesés meg a vonal meghúzása lebegett, így itt értelmetlen lett volna mással foglalkozni, csak az adott mérkőzéssel, adott ellenféllel, és jobb a játékosoknak is, hogyha egy segítséget kapnak az adott mérkőzésre, hogy egyértelműsítettük a feladatokat, lássa el a feladatát, hogyha ez győzelemmel jár, akkor annak nagyon örülünk. Hogyha valami miatt nem sikerül, akkor persze megnézzük, meg elemzük, hogy miért, de hogyha lelkiismeretesen felkészülünk, tiszták a viszonyok, és ez visszaköszön a pályán, akkor egy könnyebbség is ez a játékosoknak. És ezt úgy, hogy érezték is, hogy mindig csak az adott szituációval foglalkozzunk, az meg, hogy mi történik körülöttünk, hogy a szerencse jön, a forma jön, az apró szikra jön, az már rajtunk kívülálló dolog, hanem dolgozunk meg azért, hogy legyen szikra, legyen szerencsénk. Kovács Réti, már a 16-oson belül, vele szemben Mocsi, Kovács Réti, Posztobányi is kizár oda, és kapufa, még mindig ott van, gól! Lezárult a vizsgálat, és megadja a játékvezető, és így Grozáv gólja érvényes. A 2022-ben szeretnénk élni, a 2022-es minden olyan dolgot, ami rendelkezésre áll most egy labdarúgó csapat felkészítésében, azt mi fel szeretnénk használni. Tehát itt az adatalapú elemzés, a mentáltréner, sportpszichológus segítsége, ami nyilván most itt még inkább hangsúlyos, ezeket mind fel szerettük volna használni, illetve mi azért vagyunk, és talán ezzel kellett volna kezdenem, azért vagyunk, hogy a játékosokat segítsük. Segítsük a pályán, segítsük azért, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Lehet, hogy ezt most ez így a levegőbe beszélés, de egyáltalán nem az, mert ez adja meg az igazi értékét a munkánknak. Bal! Jobb! Fej! Fej! Bal! Jobb! Jobb! Hát, jobb! Bal! Fej!
Fej. Jobb. Bravo. Fej. 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 Bal. 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 Jobb. Fej. Fej. Bal. Bal. Jobb. Fej. Jobb. Oké. Finito. Good. Rövid időn belül változás volt, akár a Mijatovics lelkiállapotába, inkább az önbizalma jött vissza, hát ne felejtsük el, hogy 2-0-4-es vereség után milyen lehet a hangulat egy kapusnak, hiszen jó, oké, a csapat kapja, de a kapusnak kell hátra nyúlni a hálóba, tehát ez neki nagyon nagy megrázkodtatás volt. Próbáltunk rajta javítani magán a hangulatán, az önbizalmán. Itt is ugye a hangulatról meg az önbizalomról beszélek, mert ott tudunk, a fejekbe tudunk hihetetlen nagy változást elérni rövid idő alatt. Megemlíteném Federico Gropioni kapusedzőt, aki nagyon jó érzékkel nyúlt hozzá mindenféle szempontból, és már a Zalaegerszeg meccs után már azt vettük észre, hogy a nagyon komoly kapus hatalmas hegyomlás már viccelődik is, tehát és ezt tudjuk továbbvinni, hogy érdekli a csapat sorsa, ő magáinak érzi, és így tudunk tovább lépni. Mérkőzésről mérkőzésre természetesen. Az OTP Bank Liga hétközi fordulójában a bajnokság második helyén álló Puskás Akadémia együttesét fogadtuk, és ezúttal az öltözőből, testközelből láthattuk megbízott vezetőedzőnket, valamint stábját munka közben. Nem érdekel más, nem érdekel a többi csapat, csak a mai mérkőzésen, hogy mi meg tudjunk küzdeni a győzelemért. A győzelemért! Azért játszunk. Nem tabella, nem pontok, hanem győzelem. A másik, mindenki pozitív a másikkal. Itt az öltözőben már mostantól, még a pályán kívül, meccs közben is végig pozitív mindenki mindenkivel. Harmadik, nincs nálunk a labda, harcolj, nálunk van a labda, játsz. Ennyit kérek tényleg. Ezek a fő motivumok, ezek a jelszavak, más nem kell a mai mérkőzés megnyeréséhez. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, srácok, de élveztem az előző meccset, ahogy megnyertük, ahogy mindenki belement minden párharcba, ahogy segítettük egymást, és ahogy örültünk a gólnál. Ezt akarom látni ma is. Nehogy levegyük a gázpedálról a lábunkat, most még meg kell nyomni ezt, szenvedni kell, ők is szenvedni fognak, de ma ezt a meccset mindenképpen meg kell nyerni. 2-3! MTK! Gyerünk! A mérkőzés végén megszerezhettük volna a 3 pontot, de sajnos a kínálkozó esélyekkel nem tudtunk élni, ezúttal kimaradtak a helyzeteink. Május 7-én nem akármilyen bravúr győzelemmel tartottuk életben bennmaradási esélyeinket, az utolsó előtti fordulóban remek játékkal győztük le idegenben a már bajnok Ferencváros csapatát. Ugye Ferencváros ellen a meccs tervünk az ült. Tehát azért kevés ilyen meccs van, ahol az A-verzió az ennyire él. Ugye most már így meccs után el lehet mondani, hogy ugye az volt a terv, hogy ugye az első fél időben egy stabil, biztonságos védekezésünk legyen, és pörögjön az óra, szépen menjen le akár az első fél idő is, hogyha vannak ellentámadásaink, és abból veszélyesek vagyunk, az jó, de 90 percben gondolkodtunk, és a 60. perc után ez úgy éreztük, hogy ez ilyen törvényszerű, hogy egy ilyen gála mérkőzésen, ahol gálára készül az ellenfél, ott a 60. percben már a szurkolók is inkább dalolásznak, nem a mérkőzéssel élnek, és így leül a hangulat. És akkor ugye cseréljük rá a friss támadókat, akik egy picit rutinosabbak is, és így még veszélyesebbek lehetünk. És ebben az időszakban voltunk igazán veszélyesek és jók, és ült ez a dolog. Ebbe volt persze szerencse is, de megdolgoztunk érte, és utána az, hogy fegyelem meg koncentrált védekezés volt, az meg most úgy néz ki, hogy az elmúlt 3 fordulóban végig kísér minket, aminek nagyon örülök. Mindenkiben óriási motiváció dolgozott, és külön kiemelendő, hogy Horváth Dávid csak úgy, mint az Zalaegerszeg, valamint a Puskás ellen, ismét bátran nyúlt a fiatal játékosokhoz is. Ezúttal a 19 éves Miknyócki Ádámot is a kezdőbe jelölte. Mikor feljött Dávid, akkor beszéltünk, hogy mikor számít ránk, és rám is volt erről szó.
Nem gondoltam volna egyébként, hogy kezdő leszek, nagyon örültem neki. Egész évben ezért dolgozunk, és egy ilyen közönség előtt, ilyen nyomás alatt, ilyen taktikai fegyelmezettséggel játszani, ez elképesztő volt, és úgy mentünk ki a pályára tényleg, hogyha ma meg kell halni, akkor ma meg fogunk halni. Hát rengeteget dolgozok, nagyon sokat futok, úgy gondolom, hogy jó helyekre is, illetve a védekezés ez egy támadó felfogású játékosnál az extra, és úgy gondolom, hogy ebbe is ki tudok emelkedni. Az örök hangadón két gólt szerző Futács Márko fogalmazott az mtkbudapest.hu honlapon, mindent beleadunk és meglátjuk, mire lesz elég. Ezzel a hozzáállással, valamint érezhetően rendkívül felszabadultan készültek kedvenceink a Debrecen elleni kiesési rangadóra. Egyértelműen látszott, hogy az új szakmai stáb életet lehelt az MTK-ba. A négy mérkőzésbe gondolkodtunk, én is ugye meg az U19-es stáb is, az adott szituációból akartuk kihozni a maximumot. Nem a mi kezünkben volt a sorsunk, tehát itt most, hogy a bemaradást tűzzük ki célul, az lehet, hogy túl optimista volt. Inkább szépen lépcsőfokokba haladtunk, jussunk el oda, hogy változtassunk a játékosoknak a lelki állapotán, tegyük egy picit fegyelmezett rendszerbe őket, stabilizáljuk a védekezést, érezzék magukat komfortosan a játékosok a pályán, legyen tartása a csapatnak, 0-4 után ne 0-4 legyen, jöjjünk fel, és akkor szépen építkezünk még ebbe a kis 3 hetes kis időszakunkban is. És egyre napról napra léptünk előre, és most tényleg ott tartunk, hogy van egy kicsi esélyünk, ami mondjuk, hogyha a 3 fordulóval ezelőtti esélyeket nézzük, akkor lényegesen nagyobb, de mégis most se ezzel kell törődni, hanem azzal, hogy megnyerik a Debrecen meccset. Aztán majd nézzük az eredményeket, hogy alakulnak, de meg utána a viszonyok meg a helyzetek, hogy ez mire lesz elég NB1-re vagy NB2-be, és utána ráérünk ezzel foglalkozni, meg elemezni ezt az egész történetet, az utolsó 4 meccset, vagy akár az egész évet, hogy miért alakulhatott ez így. Hatalmas örömünkre május 13-án kiderült, hogy a még mindig csak 17 éves Vancsa Zalánt behívták a magyar válogatott bőkeretébe. Ezzel újabb akadémistán került a válogatotthoz. Visszatérve az OTP Bankliga utolsó fordulójához, sorsdöntő mérkőzésen fogadtuk a DVSC együttesét. Csapatunk csak győzelem esetén maradhatott bent az NB1-ben, ráadásul csak úgy, ha a Honvéd vereséget szenved a Puskás Akadémia otthonában. Csak a feladat, csak a mai meccs. Feladat, csapat, győzelem. Feladat, csapat, győzelem. Semmi más nem kell ma, semmi más terhet nem kell magatokra szedni. Feladat, csapat, győzelem! Végül 3-0-ás győzelmet arattunk. Pályára lépett a 16 éves Barkóczi Benedek, akinek ez volt élete első NB1-es mérkőzése. A legutóbbi 4 fordulóban 10 pontot szereztünk, de sajnos a Budapest Honvéd 2-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában, így a 11. helyen zártuk a bajnokságot, de emelt fővel búcsúztunk az NB1-től. Ebben a 4 fordulóban megbizonyítottátok, hogy jó játékosok vagytok, jó karakterek, mindenkinek sok sikert kívánok a jövőbe, és köszönöm szépen ezt a együttöltött 3 hetet, illetve a 4 mérkőzés, mert szuper volt. Mindenkinek le a kalapba, köszönöm szépen. Horváth Dávid természetesen marad az MTK Budapest kötelékében, a fiatal szakemberrel ugyanis hosszú távú szerződést kötöttünk a folytatásra vonatkozóan. MB3-as csapatunk irányítását veszi át, míg Kanta József csatlakozik a felnőtt együttes stábjához.
Eldőlt az is, hogy nyártól a 2021-ben az év edzőjének választott Bognár György felel majd az MTK Budapest szakmai munkájáért. A legutóbbi bajnoki szezonban torony magasan az általa irányított Paksi együttes szerezte a legtöbb gólt, együttesével a jó bajnoki szereplés mellett bejutott a Magyar Kupa döntőjébe is. Zakor Sándor, az MTK Budapest tulajdonosa az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy megtalálja azt a megoldást, amellyel leginkább biztosítottnak látja a klub további szakmai fejlődését. Döntésében az is szerepet játszott, hogy szeretné, ha az eredmények mellett a csapatunk látványos futballra is törekedne. Az elmúlt időszakban egész sor történet bizonyítja, hogy a klubunkkal korábban játékosként bajnok Bognár György mennyire remekül segíti a játékosok fejlődését. Kihozza belőlük a maximumot, és Zakor Sándor szerint joggal bízhatunk abban is, hogy a csapat közönségszórakoztató futballra törekszik majd a lehető legjobb eredmények elérése mellett. Május 7-én három fordulóval a pontvadászat vége előtt az MTK Budapest U19-es csapata közel állt ahhoz, hogy a 2018-19-es idény óta harmadszor is bajnoki címet ünnepelhessen az országos csoportban. Ezzel pedig kvalifikáljon az UEFA Ifjúsági Liga 2022-23-as idényére. Mivel a déli kezdő sipszó előtt már tudtuk, hogy a Puskás Akadémia a 10 órakor lejátszott mérkőzésén nem győzött, így fiataljaink előtt tehát ott volt a lehetőség az aranyérem megszerzésére az Eto elleni összecsapáson. Nagyon örülök, hogy ugye egymás után a második alkalommal a 2003-as és 2004-es korosztályunk az kiemelkedő. Örülök, hogy részese lehetek ennek, de kiemelném, hogy ez egy csapatmunka, ugyanúgy az NB3-as stáb és az U19-es stáb nagyon hatékonyan dolgozott együtt, és ennek az eredményét is láthattuk hétről hétre a pályán. Mivel április 23-a óta U19-es együttesünk korábbi vezetőedzője Horváth Dávid már első csapatunkat irányítja az élvonalban, így NB3-as alakulatunk asszisztens edzője, korábbi játékosunk Balogh Béla ült ezúttal a kispadon. Most nem az volt a kérdés, hogy meg lesz-e vagy nem lesz meg, hanem az, hogy mikor. És én mondtam nekik, hogy nem az a cél, hogy most megnyerték a bajnokságot, gratuláltam nekik szinte már előre, megtapsoltam őket, de ők hosszú távon gondolkoznak, és ahhoz, hogy hosszú távon sikeres legyen, meg eljuss olyan szintre, ahova szerintem el szeretnének jutni, az nem fér bele, hogy egy meccset is egy kicsit laufolnak, mert akkor utána nagyon rossz dolgok történnek. És szerintem bele is tettek mindent a srácok. Nagyon változatos volt a szezon. Hogyha az elejéről kezdem, akkor két vereséggel indítottunk. Utána meg egy győzelmi sorozat árán tudtunk az alapszakaszba az elején végezni, ami hát küszködös volt, meg nagyon nagy munka volt benne. Majd a rájátszásba azért jó játékos menedzseltük itt a klubon belül, és egyértelműsítettük, hogy mi vagyunk a legjobb U19-es csapat az országban. Az MTK TV-ben már többször bemutatott még mindig csak 16 éves Barkóczi Benedek tavasszal U19-es alakulatunk alapemberévé vált, és ezúttal is biztos lábbal értékesítette az MTK-nak megítélt mindkét büntetőt. Már a edzőmeccseken sikerült bizonyítanom, utána a bajnokságban még inkább, és így fokozatosan egyre jobban elfogadtak, és most már meg egyik húzó vagyok a góljaimnak köszönhetően, de persze nagyon jó a csapat is. A fiatal támadó kis megszakítással 11 éves kora óta a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia játékosa, az elmúlt években végigjárta az akadémia korosztályos csapatait, amelyeknél többször is a legjobb góllövőnek bizonyult. Játék gyorsaságában mindenképpen fejlődtem, mivel idősebbek és ezáltal jobbak is, mint a korosztályomban. Ebbe tudok sokat fejlődni, meg a gyorsabb gondolkodásba. Horváth Dávidot arról is kérdeztük, kik tettek a legtöbbet azért, hogy idén is aranyérmesek lehettünk. Mivel eléggé változatos volt a szezon, ezért több játékost is ki tudnék emelni, így az őszi szezonban leginkább a csapat teljesített jól, de azért egy Vasvári Zoli, aki átlendített minket sok döntetlen szagú mérkőzésen, egy Balogh Máté, egy Juhász Levente, de biztos védelmet is mondhatom Juhász Bálint vezetésével, aki egyébként az idényt végigjátszotta, ugye a rejátszás
támadásba Barkóczi Benedeket tudom kiemelni, aki reményeink szerint ugye a gólkirályi címet is meg tudja szerezni, valamint még egy játékost, akiről nem igazán esik sokszor szó, mert egy ilyen szürke eminenciásként végigrobotolja az egész mérkőzést, a keresztszalag szakadása után tavasszal visszatért Benedo Vonkos, aki nélkül nem tudtunk volna az élen végezni. Visszatérve Barkóczi Benedekre, akit legutóbbi műsorunkban Kanta József a Real Madrid sztárjátékosához, Karim Benzemához hasonlított, a Debrecen elleni élvonalbeli mérkőzés előtt sikeres szezonja megkoronázásaként egész héten a felnőtt csapattal készülhetett. Magántanulóként tanulok, és ugye a délelőtti edzések vannak, délután járok külön edzésekre minden nap. Hát ez eléggé fárasztó, de már 3-4 éve így csinálom. Aztán hát az iskolát háttérbe szorítottuk, de szerencsére meg lett a gyümölcsemnek. Az MTK Budapest U19-es aranycsapata csak úgy, mint tavaly, idén is megszerezte az esélyt, hogy kvalifikáljon az UEFA Ifjúsági Liga 2022-23-as idényére. Szép volt, fiúk!